Ez az a beépítetlen terület, ahol hamarosan egy területfejlesztési beruházás indul, aminek keretében 19 építési telket alakítanak majd ki. A terület korábban az egyetem tulajdonában volt, majd a Lucsony utcai ingatlan mögötti területeket cserélték el a beruházóval. Az eredeti tervek alapján a lakótelkeket a Gazdász utcán keresztül lehetett volna megközelíteni, amit szélesítettek és kétirányúsítottak volna. Azonban ez a beruházás nem valósul meg. A vállalkozó a Várai utca egyik ingatlanát vásárolta meg, annak az ingatlanának a nyomvonalán lesz majd ennek a lakóparknak a bejárata, tehát a teljes egészében a Várai utca felől, belső feltáró úthálózattal, tehát nem fogja terhelni ilyen módon sem a Gazdász utca forgalmát, sem áttételesen a parki feltárótaknak a forgalmát. A területfejlesztést ezúttal is magánvállalkozó valósítja meg, azonban sok kritika éri a városvezetést a folyamatos építkezések miatt, amik jelentősen megnőttek az elmúlt években. Egy fejlődő településen a lakótelkek iránt folyamatosan jelentkeznek az igények, és most azt látom, hogy bármennyire is igyekszünk ezzel lépést tartani, horror árakon lehet csak Moson-Magyaróváron lakótelekhez jutni. Tehát amíg nincs meg elég kínálat, addig az árakban és a keresletben ez a hiátus meg fog mutatkozni. Úgyhogy én ezért pártolom azt a fajta megoldást, amikor nem önkormányzati pénzből, hanem idegen beruházó, idegen forrásából ezt a városfejlesztési feladatot leveszik a vállunkról. A polgármester hozzátette, továbbra is vannak feltárható részek a város belterületén, az egyetem területén több hektárnyi, azonban ezek nem az önkormányzat tulajdonában vannak, és az ingatlan fejlesztést sem a városvezetés végzi.